Mennyi csak oda bele. Oh! Viszont ez egyszer már megszivatott minket, hogy itt bent volt, viszont most nem, ha! Bakker, srácok! A creeper! Na szevasztok és sziasztok! Én se látok egy tervek és üdvözöllek titeket a csatornám és üdvözöllek titeket a Minecraft-ba. Ma az egy blokkos túlélőnket fogjuk itten folytatni. És hát akkor kezdjük is előttől folytattuk. Én amúgy azt terveztem máma, hogy szépen ugye azt a delaggol, jó lenne, hogyha leállna. Ugye az volt, hogy az előtti ezelőtti részbe átjutottunk ebbe a következő szintre, úgymond. És akkor máma, ugye ezt a szintet most fogjuk csinálni, úgyhogy kéne hozzá egy kőcsákány, ami most sajnos nekem nincsen. Ja, akkor facsákány kell, oké, igen, az kell nekem. És akkor itt megfogom ezt a cuccost, ide egyet berakok, és hát ugye tudjátok, hogy hogyan kell lekraftolni egy ilyen mit csinálom. Előbb ezt ki kell venni. Na le is raftoltam ezt a facsákányt, most már van nekünk egy facsákányunk, a dolgot itt lepakolom szépen, gyönyörűen, csak úgy bedobálva a chestbe. Esett ezek ott az már elkezdett ott nőni. Na, akkor jönni szerintem egy timelapse, ahol ütégetem a blokkokat, és akkor hogyha eljutottunk egy következő szintig, akkor majd megnézzük, hogy miket tudunk kezdeni a dolgokkal. Leesett a tucos. Oké. Srácok. Vas lett, akkor most csinálok kőcsákányt, és akkor mi a fod the time lesz. Dik. Egy gombás tehén. Azt azért hiszem, hogy néz ez ki. Na jó, hát akkor tudod mi a dolgod. Igen. Az itt már így magától bemegy, de nem, hát ez rossz. Nem tudom, hogy fiú vagy lány. Na jó, megkérhetnélek. Na jó, tudod, mit csinál? Csinálj, amit akarsz. Én csinálom tovább ezt a blokkütögetést. Júj, egy zombi volt. Srácok, egy zombi megtámadott, ez még mindig itt van bent, tehát ez nem annyira jó nekem. Menj már innen, légy szíves. Na. Szóval, azt fogom én most csinálni, hogy megfogom ezt a vödröt, és megfogom én még ezt a négy blokkot, igazából csak hegy kell belőle. És ugye kaptam shovelt, azt a shouldert, vagy mi annak a nevét, nem tudom, láthatok-e, és hát az ugye mindig leesett. És az nekem nem jó. Úgyhogy, srácok, ezt óvatosan kéne valahogy megoldani. Na, szóval oda most rakok egy blokkot, és akkor most már nem fog leesni a shoulder, srácok, vagy mi annak a neve. Ugye kavicsok, srácok, amiből tudom kapni azt a flintet, meg a dolgokat, ja, értitek. Szóval, ja, akkor ez megvan. Úgyhogy akkor csinálnám tovább a blokkütögetést. Csak ezt meg akartam csinálni, mert hogy, ja, kell az a shoulder is, vagy mi annak a neve. Srácok hívnak! Apám hív. Szia, apa. Videóban. Hello. Ez az apám volt, srácok. Na mindegy, folytassuk ezt a blokkütögetést, srácok. Na és srácok, meg is kapjuk. Első gravelt megkaptuk. Ja, gravel a neve, értem.
És most már kapjuk a grabot. Ó, pogica! Várja, meg kéne ölni, nem akarom, hogy lehessen, meg kéne ölni. Na, köszönöm szépen. Ó, bakke, nem tudok aludni, mi? Hát az gond. Meg kéne elérnem, hogy tudjak aludni. Nincs itt bár, amúgy... De van bárány, srácok. És van vasunk is. Meg kövünk. Srácok! Na, akkor gyorsan akkor csináljunk dolgokat. A négy izé... Oké, na. Akkor azt mondanám, hogy elégezzük, és itt ez a cuccos. Na jó, ide, akkor rakok most ilyet. Értitek, hogy kell ezért kraftolni. Ezt ide berakom szépen, hát kicsit az zsúfolt helyen élünk. Na. Igen, 1, 2, 4, mert miért nem? Elég lesz az. Így, 4, és akkor be is rakjuk. Szépen, hadd süljön. Akkor addig, hát tudjam tovább a blokkokat, aztán akkor majd, hát amire kész lesz az ágy, addigra már nincs is rá szükség, na mindegy. Amúgy remélem nem túl hangos a játék, mert most ahogy látta... Ja, hogy te mégsem ugrottál bele? Hát hogy kerültél te oda fel? Mennyi csak oda bele? Oh! Oh! Srácok, ez közel volt. Na jó van, itt most végig sneakelek, srácok, itt a szélén, aztán... Remélem csak nem esek le. De te meg belemehetné, hát komolyan mondom. Beütlek. Na, így jártam. Nem mentél bele önkéntesen, akkor most ezt kaptad. Na, akkor viszont ez a tojás, amit kaptam, ezt ide be is. Akkor nem tudom, mit lehetne kezdeni a tojásokkal, viszont kaptam egy CD-t. Ezt honnan is kaptam, egy ládából talán, nem tudom. Na várjátok, akkor késős van ennyi arany, igazából vagy arany, vas. Igazából több nem is kell, ezt beváltjuk oldlóra. Na, már nem tudok beszélni, hát nem hiszem el. Na, és akkor szépen csinálunk egy kis gyapjút. Mennyi az? Kettő. És ennek vissza fog nőni a szőre. Neki szóval nőni a szőre, srácok? Hát nem igazán tudom, mert ahhoz kéne ugye neki fű, nem? Hát és ez meg nem igazán terjed. Ez inkább abba az irányba terjed, melyikben igazából nem kéne. Hát ez van, srácok. Na várjátok, akkor ezt innen kiütöm. Még ezt is innen kiütöm. Igen, és akkor... Ja. Igen, néztem, hogy miért lett sötét, azt azért, mert már, ja, kifőzte a dolgát ez a cuccos. Igen, akkor ezt itt berakom, már van 7 tojásunk. Itt a crafting table, na, ő kell nekem. Ezt ide felrakom. Várj, mi? Ne! Ne, veszettem a térképemet, srácok! Hogy nem gondolok, nem á! Ezt nem hiszem el! Bakker, srácok! Ez gond. Ez viszont gond. Hát, sajnálom, srácok, akkor most egyenlőre nem lesz térképünk. Viszont akkor csinálom ezt a tutost tovább. Na, akkor itt van. Egy kis láda, volt egy kis cucc, ezzel nem tudom, mit tudunk kezdeni. Miből is lehet amúgy térképet csinálni, srácok? Papírból, meg iránytűből, vagy nem tudom. Ja, gondolom abból, de srácok, ha ti tudjátok, akkor írjátok meg. Nem tudom, nem vagyok benne biztos. Még sosem craftoltam amúgy. Csak egyszer már láttam valahol. Na mindegy, akkor ütöm tovább a blokkokat. Bakker, srácok! Azt nem hiszem el! Hú! Halljátok! Hú, az éppen csak múlott, srácok, nézd ma! Azt a éppen csak a veteményesemet nem tettetem, meg éppen csak a kerítés. Na pont jól lett megcsinálni, srácok. Látod, ezt mondtam. Ágydáknál az első creepernél ott elvesztette egy pár cuccot, ugye.
ládát robbantott. Figyelj, nekem már csak így ennyi, aztán mindjárt vissza is építem, itt van sok dört, nagyon sok dörtöm van már. Úgyhogy simán visszaépítem, srácokat. Nincs itt gond, hát ennyi. Ja, hogy alapból egyáltalán nem is értem, nem csak. Hát ez nagyon keveset robbantott be, srácok, ennyi volt. Szóval okosnak kell lenni, srácok, hogy hogyan csináljuk ezt az egészet, viszont mindjárt megtelik ez a tucos. Van nekem itt... Ezek milyen ládák? Underground chest, meg... Ezt nem tudom elolvasni, srácok. Meg plains chest. Hogy ezt miért nem tudom elolvasni, azért mert nem jó grafikkártyám, srácok, elnézést, ezt nem tudom elolvasni. De jó. Ez várjam már. Ez milyen láda lehet? The underground chest. Jó, hát ez volt az. Ez szerintem ilyen láda, az durva. Face chest, az... már volt nekünk face chestünk. Várja, melyik a legjobb? A plain chest. Na mindegy, nem igazán értem én itt a szisztematikát. De akkor ezt csinálom tovább, srácok. Ezt a blokk, itt ezt a blokk ütögetést. És várj, eltűnt onnan a blokk? Miért tűnt el onnan a blokk? Ja, meg kirobbantott a creeper. Ó, bakker. Akkor azt vissza kell rakni. Ó, hát most a gravelünk arra veszett. Mindegy, most már van amúgy egy flintünk. Nem tudom, hogy igazából a gyújtón kívül mit lehet a flinttel kezdeni, srácok. De hát majd meglátjuk. Mi kell nekünk? Ja, kell nekünk a vödör víz és egy kis föld. Na. Ígyni. Amúgy lehet, hogy valamilyen csatamezőt is kéne csinálni, úgy értem, hogy ilyen nagy, ilyen üres helyt, ahol majd tudok megküzdeni a szörnyekkel, ugye, mert lehet, hogy meg kell valamire a puskapor, meg a skeletonokra, ott mindenképp szerintem kelleni fog a csontpor. Vagyis hát ugye a csontja. Na. Akkor ezt meg is oldottuk, csak majd a következő... Júj, mit csinálok? Már nem lelöktem magam. Na, óvatosan kéne így csinálni a dolgokat. Ja. Szóval a következő már remélem nem fog leesni. A következő tudtos, amit így csinálok. Gravelnek hívják, igen. Na mindegy, akkor ütöm tovább a blokkokat. Lelüktem a szegény púkot. Na mindegy. Na, srácok, még egy láda. Oké, sapling, akkor az azt jelenti, hogy már végtelen fánk lesz, hogyha nem cseszük el azt a saplinget, és egy pár ilyen pók tudszok, hogy ilyen, na, melyik az, ez az inventory, na. Szóval a string, meg ilyen cobweb. Cobweb az igazából értékes, mert azt, hogyha lerakom, akkor ugye cobweb, na. Az ugye stringet ad, szóval cobwebet, hogyha kiütöm, a stringet ad. Úgyhogy, ja, nem igazán kéne ezt egyenlőre rárakni, igazából nem tudom, hogy mire lehet akkor használni. Hát majd meglátjuk, lesz szerintem valamikor valamilyen haszna. Hát csak lesz, na. Akkor nézzük, srácok. Igazából rá is állatok, srácok. Mert leesni azért nem tudok. Hát itt van ez a gravel is. Ja, de hogy szponoknak szörnyek. Azért nem szoktam rá, na. Mindegy, akkor ezeket a dolgokat lepakolom, és mindjárt megtelik a láda, aminek annyira nem örülök. The ground chest. Plains chest. Szerintem ilyen plains chestet nem is fogok már kapni. Mert hogy ugye, most már az undergroundban vagyok. Hell, az underground az a föld alapja. Vagyis hát a padló alatt, hogyha szúra-szúra fordítsuk le. Na mindegy, akkor ütöm tovább a dolgokat. Creeper már megint! Oké, most sikerült úgy lelöknöm, hogy nem robbantott fel semmit. Szóval ott van ugye alatt a blokk. Oké, ha, ezt most jól megcsináltuk. Mindegy, üssük tovább a blokkokat. Ó, és ahogy látom, elkezdett végre abba az irányba is terjedni a föld. Vagyis hát a fű, itt meg már csak ez az egy blokk hiányzik. Aminek nagyon nem örülök, mert hát ugye itt lesznek dinnyék, és hát akkor ez vissza fog változni rendes izévé, és hát akkor ez fölöslegesen nőtt be. Lehet, hogy abba az irányba nőtt volna, mert hát ennie kell annak az egy báránynak ottan. Vagy jó lenne, hogyha jönne már bárány. Tényleg tud jönni amúgy bárány?
Hát végülis, hogyha jön fű is, akkor gondolom. Na várjatok, hol volt az? Itt van. Underground. Ja, de hogy ez csak ennyi? 1, 2, ez mennyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. És itt még 2, akkor ez 11 chapteres, vagyis phase, vagyis szint. Értem. És akkor mindegyikbe lépünk egyet, akkor, ja. Akkor ez olyan 11 részes lesz, gondolom. Ja, szóval underground, itt vannak a mobok. Mobok, creeper, mushroom, spider, zombie. És akkor tudnak jönni a másik világból, ami az első fázisnál voltak, azokból még tudnak jönni, szóval hát creeper, ugye az a gombás pók meg zombi, ezek tudnak jönni. Zombi jött már? Zombi szerintem már jött, ja. Na mindegy, srácok, akkor azt mondanám, hogy akkor website videó ide, ja, az nekem nem kell. Eltűnni a chat, légy? Na, köszönöm szépen, akkor üdném tovább a blokkokat. Lassan ennem kell. Ettem én már egyáltalán valaha ebbe a túlélőbe? Nem úgy emlékszem, srácok. Szerintem még nem ettem semmit, vagy? Nem tudom igazából. Fogalmam sincs, na mindegy. Ütöm tovább. És hogy amúgy, srácok, hogy miért jön itt még egy rész, srácok? Hát az van, hogy ugye már rég összehoztátok, így a 9 lájkot, srácok, amúgy nem mondtam, hogy kihoztátok össze, csak mondtam, hogy lájkoljatok, és akkor látom, hogy akartok még ilyet, és 9 lájk, srácok, ennek nagyon szépen örülök, és akkor hát most vettem észre, hogy tényleg van ez a sorozatom is, tehát erre is egy csomó lájk összegyűlt. Ó, eltűnt a csákányom, akkor addig karaptolok még egyet, és hát ja, ezt nagyon szépen köszönöm, és ugye az első részben mondtam, hogy 5 lájknál jön egy room tour, srácok, és 9 lájk jött össze, úgyhogy mindenképpen lesz hamarosan egy room tour. Srácok, csak az a baj, hogy most már annyi videót ígértem, srácok, hogy hát nehezen tudom őket producálni, srácok. Annyi sorozatot elkezdtem, ugye tesztelgettem, hogy mi tetszik nektek, és hát most ugye mindegyik sorozatomból vártok még egy részt. Szóval ez eléggé, ja, de úgymond bajban vagyok most. Na de várjunk csak, akkor ugye kell nekem egy csákányocska. Na jó, csak ezt akkor el akartam mondani, úgyhogy akkor... Ja, hamarosan lesz room tour, megreagálni fogok ödönnyomában harmadik részre hamarosan. És a Block Capture Parkour-t, azt pedig azt tervezem, hogy holnap már a kijátszását felrakom, ha sikerül a következő körbe kijátszanom. Igazából azt terveztem, nem tudom, hogy sikerül-e, mert azt még nem vettem fel. Csak remélhetőleg azt fogom holnap, ja, felvenni és kirakni. Na mindegy, ezt akartam egyenlőre tisztázni, vagy, és hát még van még egy dolog. Majdnem lelöktem, ha ebből csinálunk még egyet, és akkor tudunk csinálni egy tálat, és akkor végtelen kaja. Szerintem a kajával akkor már nem lesz igazából gond. Igazából így is végtelen kaja, hogy csak egyből már meg lehet élni. Na mindegy, akkor arra kérnélek téged, hogy oda álljál fel, és mennyi oda be. Érthető voltam? Na, léci, mennyi? Várjál, megütlek, mennyi? Mennyi bele? Úgy? Nem úgy? Ne! Mely jöttél vissza? Na várjatok, srácok, itt van, bejött nekem. Na. Menj innen. Menj már bele, légy szíves! De mely jössz mindig vissza? Oda be... megnyitottam magát, saját magától itt az opera nekem, itt a háttérben, az szép, srácok. Ha hogy tudja csak úgy magát beindítani, ez egy ilyen hacker, hallott. Na, ne menekülj már, hal! Na jó, oké, az végül is ott nem zavarsz, vagy tudom akkor ütni ezeket a dolgokat. És akkor csinálj, amit akarsz, na. Akkor itt ütöm tovább dolgokat, csak nehogy itt lesz mondani, hogy creeper azt meghallja. Na várjál, azért én most már akarnak törődni a kajámmal. A tojás, köszönöm szépen. Na, úgy elég is zsúfolt lehet ott. Azért nem akar bemenni. Viszont akkor, ja, ezeket berakom ide, és akkor ebből kaptok egy tálkát, ha jól tudom, azt így kell, igen, azt 4 jön belőle már, tudom, hát végtelen kajánk lesz rá. Na és akkor ide megyek, ha már nem mentél bele, akkor már tőled veszem a kaját, és akkor ezt szépen ugye megeszem. És már ettől jól laktam, halljátok, hát ez végtelen kaja. Na várj, adjál még, ja, és akkor ezt el is. Igazából az inventory-mban srácok, hogyha esetleg megijeszek, és hát akkor így végtelen kaja van, akkor annak így sok értelme nem lesz. Na mindegy,
Akkor is tovább blokkokat, remélhetőleg nem jön creeper, amíg ez itt kint van, mert nem akarom, hogy meghaljon. Pedig sok hasznom nincsen belőle. Nem már, leesett. Aj, pedig én akartam volna kis stringet. Oké, ott van fent, ott van fent. Viszont ez egyszer már megszivatott minket, hogy itt fent volt. Viszont most nem, ha! Miért a másik? Na, jól van, az szép. És mivel végtelenek kaján van, srácok, ezért... Júj, ezt nem akartam. Ezt akartam, ezért most másfél izére el is pazarlom. Mert igazából nem tudom mennyit tölt, srácok, mennyi izét tölt, az hogy tudom megnézni, srácok. Na mindegy, akkor töltsük újra, és hát akkor így jól vagyunk, srácok. Ja. Ágyunk az sajnos még mindig nincsen, mert nincsen második bárányunk, és ez... Ó, viszont de, srácok, már ott elterjedt eddig a fű. Akkor az egyed már meg, egyed már meg. Na, ha megeszed, akkor visszajön az őröd. Ott van a fű, srácok, azt akartam, hogy ideig elterjedjen, és akkor ott ugye... Itt van fű, és hogyha ugye füvet eszik, akkor megnő a szőre, és akkor tudok ágyat csinálni. Mert hát ugye megint lesz este. Azt már jó, sok ideje megy ez a rész. Nem mindegy. És tovább a blokkokat. Na, egy láda. Mi van benne? Egy kis szén, meg gomba. Hát sok haszna nincsen, be kell valljam. Sok hasznát nem vettem ennek a ládának, akkor valami jobbra számítottam. Viszont este félek, srácok, mert akkor a pók is rögtön ugye megtámad, hogyha leszpannol. Na mindegy, akkor csinálom tovább ezt a blokk tögetést. Úgy már csomó ládám van, srácok. Na mindegy. Tud még spannolni bárány, srácok? Na mindegy, nem adom fel a remény. Nézzük, mi történik. Még egy másromos tején. Na, megkérhetnélek, mennyi arrébb? Jó, hát nehogy már lelőtt ki. Ha, hová lettél? Jó, ott jó helyen vagy. Csak itten ne zavarjál, hogy itt a blokkötyögét is be, jó? Na, köszönöm. Dinye. Hát ez egy kis kaja, most mély ne értitek, srácok. Ez egy kis dinye, az sosem árt. Legalább lesz egy kis kajám dolgozás közben. Na, ne csesztes már, te én, mit csinálsz? Te csinálom itt a dolgot, aztán ide jössz, ha mennyi már be oda a többiekhez. Na, jó lesz neked ott, hidd el nekem, na. Adjál. A creeper! Oké. Ez már megint kevesen múlt, de viszont ott maradt a blokk is, és semmi sem ment tönkre. Oké. Ha puska bosszorít, de nem fogok szerezni... egy hamartalan ládából, de hogy creepert megöljek, az lehetetlen, mert ugye rögtön ide spawnok pofám. Vagy hát akkor úgy kéne, hogy ilyen távolságról, hogy innen kiütöm, leszpawnol, és akkor így el tudom ütni, és akkor itt van a csatatér, és akkor így, na gyere, értitek, vagy hogy gondolom. Na mindegy, ütöm tovább a blokkokat. Pokica, Pokica, menj innen, Pokica, mit csinálsz, Pokica? Baszta, majdnem lelökött a pókuca. Na mindegy, nem lökött le, úgyhogy jó van. Igazából stringre egyenlőre nincs igazán szükségem. Meg potékra szem, úgyhogy összemeseket. Na, láda, és látjátok, itt van string, szóval ugye... Nem értem volna annyira meg, hogyha meg... És ez meg bemegy már megint a házam. Mit akarsz te így? Mit akarsz? Na mindegy. Hát srácok, nem igazán tudom, hogy mit kéne kezdeni. De várjátok, azért ezt elrakom, mert azért nem tudom, ez értékes azért valamennyire, nem? Mert ugye az egyetlen kajám, de hát mondjuk könnyed tudom újra kraftolni. Na mindegy, akkor itt van ez. Na. Eléggé hosszú lesz szerintem ez a rész, mindegy. Majd megvágom. Dig. He, hát ne lökdössé már! Hát megütlek! He, hát mit csinálsz? Lökdöső, ide-oda, mit csinálsz? Te menj oda be!
Nincs, megint rám fogsz ugrani, mi? Ne? Szígyed magad, menj oda be, ott jó helyen vagy, na. Ott jó helyen vagy. Eljeted, na. Oké, akkor csináljuk ezt tovább. Na, srácok! Azt a szívecskést kaptunk, és van benne jég, csontpor és fa, hallott, srácok, ez nagyon jó láda, ez eddig a kedvencem. Hát srácok, hát én ennek nagyon örülök, hogy tudok csinálni búzát, viszont, ja, megtelt a ládám. Úgyhogy akkor rakd le újat. Ide, rá. Na, hát ez jó, megcsináltam. Na, várját, hogy ezt kihűtöm szépen. Amúgy ez milyen láda? Underground chest, értem. Na, így inni, és akkor ezt is szépen bele. Na, mindent bele. Mindent. Ja, várj, nem mindent. Mindent belerakok, az újra kivezem, sok értem amúgy. Na, így. Előbb megnézem, hogy ide mit tudok berakni, és csak amit nem tudok ide berakni, azt rakom be ide. Az underground chest-et nem tudom. Ó, bakker, hogy még az eső is elerett. Nem hiszem, hogy... Viszont kinőtt a izé. Ja, most meg amúgy... Most meg már nincs izé helye az ágynak. Na mindegy. Hol az ollóm? Hol az ollóm? Itt van. Megvan. Na. Most már... most már nincs hol felugranom. Na mindegy. Az meg ott szivel. Na. Téged megváglak. Felszedtem. Nem tudom, hogy még egyet droppoltam. Mindegy. Egyet felvettem. Igazából csak egy kell. És akkor vegyük ki ezt a cuccost, meg kelleni fog nekünk egy kis fa. Így né, ezt ide berakjuk, meg ezt is ide. Na, rak már le. Oda. Na, meg is van az ágyunk. Végre. Végre tudok aludni, és nem kell itt az esőben itt dolgoznom, úgymond. Na, mindegy. Aludj úgy kéne, hogy ne dobjon le, hogyha felkelek. Na, nézzük. Speed Dreams Achievementet megkaptam, és hát nappal lett. Remélem nem esik le az ágy. Oké, megvan az ágy. Nappal lett, és az első is elállt. Oké, na nézzük, akkor jó van, akkor. Akkor ezt ide, ezt meg ide. Na, tökéletes, rátok. Mitől lement le így a szívem? Ja, harcoltam a zombiba. Na jó, akkor leszek egy kis mushroomot. Nyom, finom. Én van mushroom. El is tölti teljesen. Na mindegy. Ezt itt üssük ki. Ez már nem kell ide. És következő szint. Na, srácok, ennek örülök. Na akkor nézzük, srácok, hogy miket szereztünk itten. Na, és akkor épp, és akkor fejlesztük tovább a szigetünket. Hát lávát nem kaptunk, és hát az eléggé gond. Mert a lávával ugye tudtunk volna csinálni végtelen cobblestone-t, és hát akkor sokkal jobb utazani tudtuk volna a szigetünket, viszont van nekünk egy csomó földünk, meg mindenféle. Remélem ezekkel nem fog leesni, és a gravelból is van elég, meg a flintből is, és van nekünk... ez mi? Ez a szín, vagy ez a... nem tudom. Gondolom, ja, hogy melyik az? Az. Köszönöm szépen a kajárat. Van nekem valami, ami nem kéne? Oké. Ez ugye a harmadik szint. Nézzük, hogy a harmadik szintben majd mit tudunk csinálni. Azaz a következő részben. Nem tudom megnézni, srácok. Na, miért nem tudom megnézni? Csak hogyha kiütöttem egy blokkot. Gondolom igen, na. Mindegy. Ja, na most megvan. Oké. Mobok, róka, maci, gondolom jeges maci szerintem, nyúl, stray az nem tudom mi, és farkas. Item, az most nem fogom meg, item, van itt valahol lava bucket, annak örülnék. Nem igazán látok lava bucketet, nem látok. Az elég gond, viszont itt vannak dolgok. Na mindegy, oké, értem. Na.
Jó van, akkor fejlesztünk tovább a szűkét. Én igazából azt akartam, hogy így körbe srácok, mert erre ugye nem lehet igazából nem lehet igazán építeni. És akkor én építenék erre így tovább. Így né. Ugye, földből, mert hát az jó. Na, ó. Evett a bárány, annak volt ilyen hangja. Aha, és akkor újra ott a szűre. Na, szabatosan kéne kiütni. Jó, megvan. Így né. Igen. Óvatosan kell, én nem akarok leesni, srácok. Ennyi földdel, meg. Hát az összes föld, ami van nekem, az most itt van nálam, szóval. Úgy azt a shiftet, remélem nem fog tönkre menni. Meg nem fog bármilyen szörny de despawnolni, mondjuk arra kevés az esély. De hát azért remélem, hogy nem történik meg. Reménykedni szabadna. Igen, ezt még nem tudom. Még pár blokkal azért fejlesszük itt. No. Timelapse-be akkor megépítem, amit itt akarok itt építeni, srácok, aztán majd meglátjátok, milyen lett. Na, és akkor itt tartunk eddig, srácok. Itt lesz egy ilyen rét, ilyen csomóféle dolgokat, magokat fogunk itt ugye ültetni. Előbb megvárom, még itt befűvesedik, habár itt már befűvesedett, és akkor ugye lerakok csontport, abból lesz magunk, azt ide valahova elültessük, meg vizet is rakunk, meg minden. Jó lesz az, és... ide, és az, miért csináltam itt körbe ilyen kővel, oda lesz rárakva a kerítés, és akkor még ide akarok még egy ilyen... Ugye itt lesznek az állatok, és akkor itt pedig ugye ezek a dolgok, szóval jó lesz az, srácok. Szóval, akkor csinálnám is tovább, ja. Itt ezt a dolgokat. Viszont akkor ez a blokk nem igazán kell ide. Bár lassan, hogyha lesz izé, mi annak a nevém. Végtelen cobblestone generátorom, akkor... Hát akkor jobb lesz, ugye. Jobb lesznek itt a dolgok, mert hát akkor már... Nem kell így, hogy mondjam, nem kell spórolnom a kővel, ja. És akkor a kőből már annyit rakhatok bárhova, meg, ja, meg csak úgy dobálhatom. Viszont hát azért meg kell küzdeni. Meg fából is végtelen lesz, csak hát a föld az elég értékes azért, na. Na mindjárt kizabarultok onnan, nyugi. Meg a házamat is akkor kéne nagyobbítani. Akkor lehet, hogy itt mégis csak a házam lesz. Nem pedig egy kert. Júj, azért az kert. És akkor a kert az meg valahogy erre lesz. De ja, itt kell mindig egy lyuknak lenni, kell, akkor így ilyen lyuk lesz így a közepén, és akkor ezt így körbeépítem majd. Majd itt kell egy lyuk, ahol le tudom lökni így a creepereket, akik spawnolnak, ha bár most nem fognak creeperek spawnolni. Azt írtam vagy. Ja, ez szerintem nem is bánt egyik se. Csak hogyha megütöm őket. Ja, szerintem ezek csak akkor bántanak, hogyha megütöm őket a legtöbb. Ja, akkor igen, szerintem akkor ez egyenlőre így lesz, akkor még cobblestone-nal amennyi van, azzal így vagy várjál? Nem. Ugye akkor itt a házam lesz, ebben a kis helyben. Akkor itt lesz ugye a rét, vagy hogy mondjam, ez az ilyen... Hát ez hogy nevezzem? Farm? Állatfarm? Vagy hogy mondjam? De várj, ezt hogy kéne megépíteni? Várja. Szerintem... Úgy kéne, hogy akkor majd itt akkor lesz egy ilyen kis út. Így, né? Így erre. Szépen. Mert azért ez azért... Nem tudom, majd meg lesz szépen csinálva a kerítésekkel, hogy azért ne kelljen itt ne legyen annyira veszélyes. Ja. És akkor szerintem itt lesznek a dolgok itten erre. Szóval akkor így építek így erre, és akkor így lesznek az állatok. Jó lesz, na, meglátjátok. Csak akkor építem akkor tovább, és akkor, ja, meglátjuk, hogy néz ki, hogyha kész vagyok.
De várjátok, srácok, azt nem igazán értem, hogy akkor ide miért földet raktam, hogyha ez a házam lesz. Ó, bakker, elpazaroltam egy csomó földet akkor. Úgyhogy ezzel majd valamit kell kezdeni, ezekkel valahogy meg kell oldani, nem tudom, vízzel alá megyek, vagy ilyesmi. De ezt majd akkor a legközelebb. Ezt az egy földet, ezt egyelőre még nem rakom le sehova. Ó, bakker, lehet, hogy spórolni kellett volna egy kicsit a földet. Nincsen már tényleg földem, srácok. Nincsen, viszont a cobblestone-ból van még nekem egy kevés. Ja, hát akkor ez szerintem egyelőre így néz ki, ha bár a végtelen vizet még megcsinálnám. Az pedig nem más, hogy fogom megcsinálni, mint hogy... Na várjál, hol kéne megcsinálni azt a kérdés, hol? Ó, kijött az első dinnyénk, az jó. Na várjál, de hol kéne ezt megcsinálni? Igazából ötletem sincsen, srácok. Hát hol lehetne ezt megcsinálni? Itten, de hát itt a házam lesz, nem? Hova rakjam a végtelen vizet? Hát ez nem vizene. Na várjál, ugye itt a ház, itt a rét, a végtelen víz, az akkor azt csak ide tudom lerakni. Itt jó lesz, nem? Hát srácok, nem tudom igazából. Várjátok, ugye ez az izéle... Aha, értem, akkor azt fogom én most csinálni, hogy most itt ugye tovább építek. Ez mennyi? 1-4... Azért többet. Hogy azért legyen helyem, hogy itt átlökjem. Így, talán ennyi elég is lesz. És akkor ide fogok majd dolgokat építeni. Na. Akkor én ezt ide szépen lerakom. Most ide átépítek. Át is építettem. Jó, és akkor ugye, hogyha majd valamit lesz pannol, akkor azt ide le tudom lökni. Tökéletes. És akkor itt pedig lesznek így a dolgok, ahol majd tudok építkezni, srácok, szépen. Na. Na, oké, és akkor ide, akkor hova kéne pontosan? Itt ugye kerítés lesz, egy jó lesz szerintem. Itt a kerítés mellett, és akkor ugye erről ugye rázó úrán a kerítésre. Na, akkor ezt ide, ezt meg ide. És akkor ezt kiütöm, meg ezt is kiütöm, és végtelen víz, voilà, gyönyörű. Na, oké, akkor ez is megvan, oké, örülök ennek, és akkor majd meg tudjuk csinálni a rétet. Na, akkor szerintem ez a rész ennyi lett volna, habár szerintem még, hol van itt a csontpor, amit, ja, az itt van fent. Na. Akkor ezt a csontport, ezt ide lerakom, és akkor próbálkozzunk, hát ha lesz. Oké, van kettő magunk már, az szép, három magunk. Na, meg egy ilyen kis cuccos is, egy kis virágok, azok is jók jöhetnek. Na, már négy magunk, öt, hat, hat mag. Na, hát srácok, ez nagyon jó volt. Oké, ennyi elég is volt. Ezeket egyébként nem fogom használni, szerintem majd színezésre fogom használni. Ja, viszont akkor jó, hát ez elég jó teljesen, mi most van nekünk. Na várjunk csak, kellni fog nekem kapa. Ez meg tök lesz, nem? Na. És akkor ezt a kapát, akkor így 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akkor ezeket ide be is rakom. Úgy. És a réted, na várjál, akkor víz kell nekünk. A vízet akkor hol rakjuk? Na, hol van a vödrünk, itt a vödrünk. Igen, és akkor várjunk csak akkor. Ugye ez a közepe, meg itt 1, 2, 3, meg erre is 1, 2, 3. És akkor erre pedig 4, 1, 2, 3, 4. Szerintem akkor ezt
Ha ide lerakom, akkor az jó lenne. Vagy nem, egy ki. Itt lesz a bejárat. 1, 2, H, 4, 5, 6, 7. Akkor ezt szerintem ide rakom. Szedve? Oké. Ja. Oké. Várjatok. Itt is van egy földem. Megfogok most én egy kettő cobblestone-t. Ezt a földet berakom. Ez most egyenlőre nem kell. Na, most oltosnak kell lenni. Azért értékes cuccok vannak nálam. Na. Na, oké. Akkor ezt ide lerakom. És már megyek is fel. Na, hogy ennek miért nem volt, az az, hogy ezt ide lerakom. És hát akkor most nem folyik le. Aminek sok értelme azért nincsen, de... Hát... Nem akarom azt, hogy véletlenül beleesek, és akkor ugye leesek ugye a világból, értitek? Mondjuk rá is akartam volna a szőnyeget. De mondjuk én azt nem tudom, nem igazán szeretem azt, hogy így víz így lefolyik így a Izlandról. Nekem az nem igazán tetszik. Na mindegy. Akkor ez ennyi lett volna, majd ide jönnek kerítések, meg minden. Gyönyörű, srácok, higgyétek el. Van végtelen vízünk, hát eléggé tovább jutottunk szerintem. Akkor ez a rész most már tényleg ennyi lett volna, várjatok, még lepakolok. És hát akkor találkozunk az elköszönésnél. Na hát srácok, akkor ez a rész ennyi lett volna, remélem tetszett, ez így van, jelezd egy lájkkal, illetve egy feliratkozással, és hogyha láttok a videó alatt egy piros gombot, akkor azt nyomjátok meg, hogy szürke legyen, és ha szürke lesz, akkor annak nagyon örülni fogok. Nektek egy gomnyomás, és vele nekem nagyon sokan segítetek. Úgyhogy légy, nyomjátok meg azt a piros gombot, hogy szürke legyen. És hogyha szürke lesz, akkor annak nagyon örülök. És hogyha nem lehetetek azt a piros gombot, hanem már szürke, akkor az, hogy maradjon úgy jó, az úgy jó lesz, na. De viszont akkor ennyi lett volna mára ez a rész. Remélem tetszett, ez így van, azt jelez mindenképpen egy lájkkal, illetve egy feliratkozással, és nyom meg a csengőt, hogy ne maradj le újabb tartalmakon, akkor ennyi lett volna. Viszlát és hello!